keeping it real, you know what I'm saying? Hey. Üdvözlök mindenkit, ismételten Grand Theft Auto 5, és már is folytatjuk a majom mozaikok összegyűjtését, csak ledobom Franklin kocsiját a garazsba, és ezzel együtt kiveszem a másik verdáját. Ugye itt most már egyre jobb verdák vannak összerakva, van egy narancssárga, van egy ilyen szürke, van egy ilyen fekete, meg van egy ilyen piros baszógép, ami hát egy kicsit narancssárga, mint inkább sem piros. Ebből meg csinálunk valami kéket, vagy valami nem tudom mit, de ennek van gépfegyvere. Nem tudom, hogy hogy lehet vele lőni, de van gépfegyvere. Kíváncsi lennék rá, hogy hogy működik. Sehogy. Hogy tudok vele lőni? Arra itt egy géppisztoly. Ilyet lehet kocsiba. Van olyan, hogy lenyomom az egeret és jobbra-balra úgy kanyarodok. Lefixálódik a izé. És egérrel irányítok. Hát eddig tartok. Ez nem tudom miért jó. Na mindegy. Igen, nem állítottam be egyrészt a rádiót. Mert csak itt ez a kutyás fasz. Harmadik részt, 31. Kérem szépen, a 31. összegyűjtendő cuccot keressük. Nem máshol, mint a part mentén. Ahol a... Itt. Valószínű itt a fal szélén lesz, vagy nem tudom, hogy hol. Viszont, amint látom, pont el fogunk menni ott, ahol kell. Azt hittem, ezzel lehet lőni. Nem lehet, bazd meg. Ez egy szar, kérem vissza a pénzét. Pénzem. Na, bazd meg. Mi a kurva anyámat? A kurva édes anyádat lövöldözzél rám. Én viszont nem tudok lövöldözni, de mi ez a kattintással tudok kanyarodni, ez nagyon durva. Ezt eddig nem tudtam. Ezt tudtam, hogy ezzel lehet ilyen okkikkel, ugye, amikor célozni szeretném behúzni kamerát. És ezzel ilyen tök fassa eseményeket lehet csinálni, amikor mondjuk csinálsz valami trükköt. És akkor így egy ilyen bezoomot. Istentelen jól néz ki. Hát meg mi a kis faszom nekéne még mi? Hát bejövök, bazd meg. Garázsolni. Átgarázsolom az egész verdát. Kimegyek és... Más színű a verda. Egyszer se fogják venni, bazd meg, hogy bejöttem. Horn, az leszarom, lights, ez legyen faszantos. Lét. Black and yellow. Ez... kurva volt. Alapvetően ez vagányan néz ki így. Látszik legalább a kis géppityú rajta. De valami sötét kéket kérek. Mert a kékség még nem volt elég. Volt valami brutális kék amúgy. Ezek között... Á, nem. Itt volt ilyen sötét kék.
ez van, istentelen jól néz ki. Egyébként primary korról van csak, leütetjük a Verdát. Turbo, vehicle type. Hát alap esetben ez ilyen lowrider-es, szóval ja, valami hasonló kéne. Nem tudom, mik vannak itt, amik úgy menők. És nem néz ki úgy vele a Verda, mint valami fos. Az a baj, hogy az összesen úgy néz ki, mint valami fos. Nyomassunk rá ilyet akkor. Color. Alap esetben a fekete lenne a zsír. Sötét kéketek nincs. Hát sötét kék lesz, bazd meg. Tire, design nem kell, csak kitörhetetlen cucc. Window, limo window. Tires, smoke, lefosom az összes smoke-ot. Életemben nem raktam rájuk smoke-ot. Mit érdekel engem, hogy füstöl a kerék, bazd meg? Menjünk tovább. Most már egy sötét kék Verdával. Itt egy kurva. Hát nem csak egy. Na várjál. De gyere nekem, légy szíves. Felállok, bazd meg a járdára, hogy ilyen geci vagy. Erről csinálok egy fényképet. Csak így, hobbiból. Szevasz. Szevasz. Szia. Hogy ne, ezt elmentjük a galériába. Mindjárt hazavisszük. Ez hogy nézel ki? Eszem faszom meg, ez az állás, ez engem, eltántorít. Vejt összek. Szia. Várjál. Így. Ó, de ne menj már el, légy szíves. Na legyél ilyen geci. Rohadás essen beléd. Na jó, akkor majd megoldjuk. Előre futok. Fos. És van ilyen, hogy selfie mód hol van? Nem. Középső gombbal. Hát bazd meg, elütteti magát addig egy kamionnal. A pofám leszakad. Mi az iskolát csinálsz, hülye gyerek? Idejövök, akkor visszamegy. Idejövök, akkor is megfordul. Meg, hogy a kurva anyját. Pofám leszakad. És akkor most mi van? Mi? Mi van? Kimész az útra? Kurva anyádat. Mi? Mocskos gyerek, Mónika. Hát ez... Üsd el! Jó! Hát de bazd meg! Fosom le, mindegy! Nem csinálok akkor vele selfit, kurva! Nem tudom, mi a fasz keresnek amúgy az útszélén. Hát én tudom kuncsaftot, de hogy amúgy... mi ez a kötte? De leszállt a kötte! De kamion! A szívbaj jött rám, gecs. Annyira megtetszett, hogy köd van meg minden. Erre kamion. Faszom. De kurva jól néz ki. Ne. Rohadt jól néz ki. Én meg itt a James Bond Verdával nyomatom neki. Az a helyzet, hogy... izének... nincsen sok Verdája a Franklinnek, de azok mind ilyen baszógépek. Vörössel fogunk szerintem menni, mert ezek után, mert az vagány. Na, a közlekedési lámpák 70%-a rühelli Rusinkót, mert mindig kiütök egyet. Hopp, itt is volt egy. A rendőrség előtt vagyunk, tehát hogyha ők úgy döntenek, hogy hello, akkor én itt abba a pillanatban halott vagyok. Ops, egy tábla. Figyelj már, tapadjunk már, vagy valami legyen, mert most már menni kéne. Na, azt mondja, várjál, oké, kijelöltem azt, hogy mi az iskola van.
Igen, jó helyen vagyunk. Hát igen, itt van az iskola, tehát hogy így ennyi. Innen látszik a villogó kurva anyja. Amit egyébként ilyen óriás keréknek hívnak. Tökéletes képecske, kérem szépen, ott van a villogós kerék. Arra amúgy felülhetnénk, de most nem, mert nem érek rá. Mert éppen dolgom van. Jaj! Faszom! Na menjünk akkor, amúgy elmegyünk oda, úgyhogy akár fel is ülhetnénk rá. De nem, mert dolgom van. Na úgyhogy én most fogok beszarni, hogyha ez, várjál, én először megnézem. Nem, jó, oké, nem. Azt hittem, hogy baj van, de nem. Hát mondom, vízben lesz, hajót kell szerezni, minden az... Azt mondom, fos. Mondom, akkor kurva anyját. Mekkora király már. Bocsász, haver. Most tanulok vezetni. James Bond Verdát. Kis tudom mondani szerencsétlen nevét. Még nagy arc volt a gyerek. Még hogy le van zárva, ugyan már. Értem miért van lezárva. Tapadást please. De kurva jól néz ki alapvetően, hogy így világít. Próbálom irányítani. Ez mi a faszom volt? Ezek madarak, bazd meg. Anyád, de a szórakozzá, hát azt hiszed... Na, azt mondja, csávókán megállt motorral. Mit nézett meg? Értem. I see. Bár hogy itt van ilyen alacsónye. Hát bazd meg, hogy elővettem a kamerát és pont nem látok rá. Alacsónye, cucc. Continue, bitch. Jó. Ez 32. így van. Hát bazd meg, az első dolguk lesz, hogy lejönnek. Nem, az első dolguk az, hogy feladjuk, hagyjuk, gyerekek, hagyjuk. Faszomnak sincs kedve keresgetni ezt a köcsögöt. Végülis csak itt hagyta a Verdáját, nem? Ez ilyen GTA rendőr logic, nem kell érteni. Azt mondja a csávókám, amúgy én nem tudom, hogy milyen küldetéssel vagy mivel csinálta meg ezt a térképet, de minden küldetés látszik rajta, ami létezett vala is. Mert a rendőrautót ide ugye beengedik, tehát hogy teljesen jó. Micsoda zene megy. Hát ő se tud vezetni, tehát itt ez a baj, alapvetően ez a baj, hogy még a rendőr sem tud vezetni, akkor én minek? Az még megúszta, elugrott. Ott volt valami frix, hát erről ennyit lemaradtunk róla. Na bazd meg, ez olyan James Bond jelenet volt, ami egyébként halálos iramba illő. Na és akkor most. Igen, így kell odabaszni a kart. Azaz a kocsit. Az szép az a Verda, amúgy csak most ezt nem hagyhatom el, mert drága volt. Én lejöttem és fönt lesz? Igen. Ez már nagyon megy egyébként. Ez a visszafordulós. Pogy. Ops, egy oszlop. Mi lenne, ha egyenesen menni a bazd meg? Opp, egy tévés doboz, kábel tévé a környéken nincs. Útelágazódás. Jó! Na, most már tudjuk, hogy hol van a repülőfokozat a Verdán. Azt mondja, itt széttér az út. Faszomat, a térképet nézzem már. Lépcsőn van, éreztem én. Melyik lépcsőn van ezen?
nincs is lépcső, bassz meg. Á, látom én, látom én. Elnézést, elnézést, nyugodtan, nyugodtan, csak nyugodtan. Na bazd meg, ettől féltem én is. Mint megállok, bazd meg. Olyan lesz, hogy jó. Figyelj, már nem vetted észre, hogy elállja az utat egy kocsi? Ne legyél balfasz, hülye gyerek. Omorék, beszarok, keci. Ezt ilyenekkel vagyunk körülvéve. Na, ez is megvan, 33. Ahogy szép innen a környék. Fosom le, amikor egy kibaszott kocsival állok a lépcsőn, öcsém. Na, akkor most tedd kettesbe, vagy valami legyen, mert ez így nem jó. És te mi az anyámra vársz, öregem? Hogy felkeljen a nap, baszki? Jó, elütlek, szia! Próbálkoztam szólni. Túléled. Houston, ez ide befér. Ó, de még... Ajaj. Értem a problémát. Akkor muszáj vagyok. Aha, nem. Tehát ott sem megyünk föl. Tehát se ki, se be. Nem megy föl, mert rohadék. Azt a büdös kurva anyját. Hát, a faszom ki van ilyenkor. Hát sajnálom, de ezt a járművet akkor elhagytam. Hopi! Srácok, ne így csináljátok. Kell egy új verda. Addig itt nem megyünk sehová. Mit csinál, lövöm? Én csodálkozom, hogy eddig túlélte. És már köröznek. És már én vagyok Lucifer, meg mindenki. Na, ez a legbúzisabb verda, amit a környéken találtam. Úgyhogy ezzel megyünk tovább. Mert ezt találtam. Milyen halvak. Jó, és akkor bejelöljük azt a pozíciónációt, ami az a cíció, ami nekünk kell. Alapvetően ez így még jól is elsülhet, csak nyomjad neki, bassza meg, mert meg fognak baszni. Mi ez a buzi zene amúgy ebbe a buzi kocsiba? De buzis. Amúgy itt van egy templom, ne basszatok föl. Mióta? Ez nyitható? Hát persze, hogy nyitható, bazd meg. Én akarom, akkor az nyitható. Ennyi, kéz. A kukát kicsit átrendeztük, majd a szemetes. Jó. Azt mondja, ja nem. Wait a second, még nincs telefona. Az a baj, be kell tölteni ezeket a képeket, és geci lassan tölt be. Nézd meg. Tehát, hogy én ezt kerestem volna, se találom meg, bazd meg itt. A vérer faszán keresztül itt. Continue. 34-es. Nézd meg azt a tesszelált füvet. Mindenféle ilyen kis pöttyökből áll. De hogyha lezumolsz róla, megbolondulsz, úgy néz ki. Szóval nincs fizikai fű. Hopsz. Füvet ne bántsad már, bazd meg, nem bántotta senkit. Az csak fű. A füvet el kell szívni, azért van. Na. Szóval. Mozgathatóak ezek a paravánok, nem? Hogy nem mozgathatóak? Mozognak azok maguktól is. Itt miért nem raktak olyan sövényt, amit így át lehet menni? Na mindegy. Nem raktak mindenhol olyat, mert ez durva. Ez nagyon tud valamit. Én a következő videóban innen fogom folytatni tovább. Valószínű ezzel a fos ládával, és akkor ezzel megyünk tovább, vagy nem. Én köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor mindenképpen lájkoljátok a videót, és iratkozzatok föl, hogyha nem akartok lemaradni a következő részről. Aztán, hát kérhettek ilyen értesítést a videókról, hogy le ne maradjatok róla. Aztán így kb. Ennyi, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, szevasztok!